Sziasztok gyerekek, én Noel vagyok, és ebben a mai videóban tudom, régen volt videó, és nem tudom, hogy mennyi ideje, most nem néztem a YouTube-ot nagyon, és most egy Magyarország-Brazília összecsapást fogunk lejátszani, az FTS-ben újra FTS-ezünk. Hát ugye volt az, amikor random össze-vissza meccseket játszottam, most ezt folytatom. Hogyha kommentbe megírhatjátok szerintem azt, hogy milyen mérkőzéseket játszak most már. Na, én is tudom nagyon eldönteni, hogy milyet játszak. És ez a csatornán a második válogatott mérkőzés amúgy. Egyszer volt egy magyar-bulgár, mert amikor így lett volna az a meccs, de hát nem lett belőle semmi. De most lejátszom inkább egy magyar-brazil mérkőzést, egy legendás mérkőzésről beszélünk, amit régen még 3-0-ra meg is vertük a brazil válogatottat, de hát most nem fogjuk szerintem. Főleg ilyen eladott labdákkal, meg ilyen Firmino labdákkal, meg ilyenekkel. Tehát, ja, ez ennyit a csatornáról, térjünk is rá a meccsre, ami már a 8. percben tart. Gabriel Jesus a labdával, Williamnek teszi szélre, William behúzza. Firmino, Fiola pedig mentene, de nem tud. Nagyon-nagyon jönnek a brazilok, Neymar, még mindig ott van, Neymar most beemeli, Jesusnak még ott van, gól. 1-0 a braziloknak, mert ez nyilván várható volt, már így az elején nagyon-nagyon lekontráztak minket. Neymar ezt nagyon szépen megoldotta. Az a kár, hogy nem tudtunk abba belefejelni, mert akkor simán megmentjük azt az egy gólt, de hát 1-0 Brazíliának, ami még növekedhet ilyen helyzetekkel, meg ilyen eladott labdákkal. Na de hát hagyjuk. Ott a helyzet, Neymar beadja Gabriel Jesus mellé. Ez most szerencsére nem ment be. Ám az előző bement, úgyhogy ezekkel vigyázni kéne, ezekkel a Neymar meg a beadásokkal, és mellette pedig Gabriel Jesus fejjel. Ezt nem nagyon kéne hagyni a Lisszon. Neymar barát megpróbálna szerelni Jesus. Barát Neymar hozzájut, Neymar tovább teszi. Barát, Sallai, leszerelik Neymarnak a labda, Neymar elhúzná, Fiola szerel szerencsére, de azonban Thiago Silva visszaszerzi, Thiago Silva elteszi, Danilónak a labda, és kirúgja, bedobással jövünk, egy perc marad az első fél időben, de hát ezt lassan le is fújják, de még megpróbálnánk kontrázni, de nem tudunk már fél időben. 1-0. Csere, Barát Boti helyett fejjön Varga Roland a pályára. Hát lehet, hogy jól jönne Varga Roli a pályán, de hát meglátjuk. Mert nyilván Barát nem mutatott sokat a meccsen, bár ahogy a támadók sem mutattak nagyon semmit a magyaroknál, és most azonban Sallai a labdával. Sallai. Attenni. Szalai lemarad. Szöglet, gyerünk fiúk, nem nyomtam már megint csak semmit, de nem baj. Eladjuk a labdát, Malcolm. Ijaj, és csúnyán becsúszunk neki. Nagy, kap egy piros lapot, persze, hát legutóbbi videómban is pont volt egy piros lap, de örülök neki. Kicsit sem hiányoznak a piros lapok, hogy mit mondjak. Firmino. Jaj, előbe Csell, Neymar. És les volt szerencsére. Dzsuzsák helyett feljön gazdag Dániel a pályára. Ez meglepő lehet. Bár Dzsuzsák nem mutatott, mint azt mondtam, hogy a támadó szekció nagyon nem mutatott semmit ezen a meccsen. Mivel nem nagyon támadtunk. Mivel nyilván a braziloknál mégiscsak egy erősebb csapat. És ebben a játékban amúgy 3 csillagos a magyar válogatott. És ott a brazil, és közben Neymar el is húzhatná. De azonban szerelnek, Neymar visszaszerzi azonban, Neymar már megint. Neymar ezt nem tudja berúgni, és már csak sarokkal próbálta, de Gulási megfogta. Ott a helyzet, Neymar gól. Hát itt bajok vannak, 2-0-ra kikapunk a braziloktól, ez már biztos. És hogy kikapunk, az már biztos, de az, hogy 2-0-ra, az még talán nem. Nem teljesen biztos, Szalai. Varga, Szalai, Sallai,
Luis Gustavo. Hát szokásos magyar futballt játszik a magyar válogatott. Ez a hátul védekezünk, majd gólt rugunk valahogy. Taktika. Nem nagyon akarunk játszani Szoboszlai. És Sallai le sem volt, hát nem láttuk a cserét sajnos. De most lemaradtunk. Willian! Neymar mellett elvisz, nem tudják elvinni. Danilo, Sallai, Szalai, Szoboszlai, Fernandinho. És meg fogja Gulácsi. De, semmi gondoltam. Mindegy, semmi gond. Ilyen a szöglet. Luis Gustavo. Kádár ment inkább, mert szöglőbe is jönnénk egy cserével. Kovács István fején a pályára. Bár nyilván a középpályán nem nagyon kellett volna cserélni, mert hogy ott nem csináltak nagyon semmit. A játékosok, Firmino 3-0. Hát erre már nem lehet mit mondani. A magyar válogatott a szokásos magyar focit játsza, hát ez egyértelmű. Bár egy brazilok ellen mit is vártam el. Hát ezt nem fogom visszanézni most. Megköszönném. És lefújják, szokásos. Tehát a meccs végeredménye. 2-0 helyett 3-0. Gabriel Jesus a meccsembere. De én köszönöm a figyelmet, ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Noel voltam, és folytatni fogom amúgy a kicspestes Európa Ligát is, hogy nem kell írni.